Két különböző, független laborban végzett friss vizsgálati eredmény is azt mutatta, hogy az illatos úti telepen tárolt mérgek kijutottak a területről, és élőlényekbe is bejutottak. A környéken a talajvízben és az állatok szervezetében is találtak például DDT rovarmérget. Ezt a nagyhatású mérget 1968-ban tiltották be. A szer felhalmozódik az emberi szervezetben, és kockázatot jelenthet a születendő gyermekre is. Baranyi Krisztina a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét. Mit mértek, mármint hogy milyen anyagokat, és mit találtak benne? A általunk legmérgezőbbnek ítélt anyagokat kerestük, ugye nem volt túl sok pénzem a méréseket elvégeztetni. Mert saját cseppből? Közadakozásból jött össze egy olyan összeg, amiből a minimális mennyiségű szükséges mintát be tudtuk méretni. Benzolt, klórbenzolt mértünk talajvízben, AUX tartalmat mértünk, ami jellemzően ipari tevékenységből visszamaradt zömében rákkeltő vegyületeket tartalmaz, ez egy ilyen vegyületcsoport, itt szokták együttesen mérni, és hát talajban DDT-t, DDD származékokat mértünk. Na, az micsoda? Az egy nagyon veszélyes rovarölőszer, amit ugye már Magyarországon is több mint 30 éve betiltottak, mivel nagyon súlyos hormonális elváltozásokat okoz, és más egészségkárosító hatásai is vannak. Miért volt ebből a rovarölőszerből, hogyha már 30 éve nincs is forgalomban Magyarországon? Ugye a vegyi művekben nagyon jelentős mennyiséget gyártottak. Tehát akkor ezek már 30 éve ott vannak a hordóban legalább. Igen, így van. Nem csak a hordókban, hanem a talajban, tehát azért arra vannak adatok és elbeszélések, hogy az ottani gyártási folyamatok az évtizedek során nem a leggondosabban mentek végbe, nyilván akkor még nem voltak EU-s előírások, környezetvédelmi, szigorú környezetvédelmi előírások, ott gyakorlatilag nem úgy volt tárolva, kezelve a gyártás során sem ez az anyag, sem más egyébként veszélyes méreg, ahogy most így elképzeli az ember, hogy ezt szabályos, úgyhogy a talaj is, a talajvíz is nagyon, nagyon súlyosan szennyezett, sokkal riasztóbb adatokat kaptam egyébként, mint amire én magam most már több hónapos foglalkozás után számítottam. Amikor a témában akár önnel, akár a minisztérium illetékesével beszélgettem, és közben néztük a nézőkkel együtt közösen ezeket a képeket, azért nem titkoltam azt, hogy vannak kétségeim, hogyha ilyen rendszerben, ilyen repett hordókban tárolnak mindenki által veszélyesnek mondott anyagokat, akkor azt nem hiszem el, hogy ez nem jutott be a talajba. Tehát egyszerűen ehhez nem kell vegyészmérnöknek lenni, ha egy hordó lukas, akkor a tartalma az ki fog folyni. Tehát, hogy ez ilyen egyszerű, de ami benne van, és ami utána következett, az már nem egyszerű. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon fontos az, hogy megtudjuk, hogy ezek a mintavételek hol történtek, milyen mélységben, mert hogy ott a telepen is, a hordók közelében kifolyt ez a trutyi, azt látjuk. De hogy a vízbe milyen mélyen hatolt be ez a mérgező anyag, azt viszont ön tudja, hogy a mintavétel hol történt. Igen, én két helyen mérettem, az egyik hely az a telep területén volt, a másik pedig kívül a BVM telepén, a határút mellett, tehát körülbelül ilyen 50 méterre a lakóházaktól. Több mélységből vetettünk mintákat, itt a 20 centitől egészen a 10 méteres mélységig vetettünk mintákat. Hát ez még mondjuk nem az ivóvíz szintje, a 10 méter sem. Hát talajvízet pedig ezek ilyen mélységekből, sőt egy méteres. A talajvíz igen, de tehát nem az ivóvízre, tehát az ivóvíz szintjét nem ért el ez a mérgező anyag. Mármint az ivóvíz határérték, vagy mire igen, gondol? Igen, tehát az ivóvíz bázist. Réteg vizeket nem. Azt nem értem. Nem. Az teljesen más, ebben mondjuk nem vagyok szakértő, tehát pontosan nem tudom, de ezekből a talajvizekből biztosan nem származik ivóvíz. Tehát igen. Ez nem onnan. Tehát nem éri el a talajvíz az ivóvizet, tehát nem olyan mélységig vették, mint tehát, hogy bizonyíthat, hogy mondjuk nem tudom, 40 méter mélyen is ott van a szennyező anyag, tehát nem ilyen mélységből. A talajvizekben viszont benne van, az egészen biztos, és ez mondjuk szivárog, és miből vettek még mintát? Igen, ezen kívül vettünk ugye élőszervezetből, igyekeztünk, tehát növényi mintát vettünk, és egy csigát vizsgáltak, tehát csigában mérték ezt a bizonyos rovarirtószert, a DDT-t, ami önmagában az, hogy megjelent a csigában ez a
ez az anyag, az egy nagyon súlyos jelzés, tehát hogy élő szervezetben jelen van a DDT, amit nyilvánvalóan a talajból, talajvízből, növényzetből került bele, ez egy nagyon erős jelzés, és én tudom, hogy ezek a mérések nyilvánvalóan nem teljes körűek és nem reprezentatívek, de olyan annyira magasak az értékek, hogy ezek után mindenképpen fél megoldás azt mondani, hogy a hordók elszállításával az illatos úti probléma megoldódott. Mert ezt mondják? Tehát az elszállítás után várhatóan nem fogott semmi történni? Hát csak nem. Hát nézze, én feltettem ezt a kérdést a kármentesítés megkezdésének időpontjára kérdeztem rá, ugye a miniszterelnöki hivatalnál, ott nekem elég homályos választ adtak, gyakorlatilag majd valamikor a 14-es, 20-as ciklusban erre kármentesítésre szánt EU-s pénzek közé majd valahogy kiírják, beteszik, mikor pontosan, milyen összegben kiírás van-e, semmi konkrét nincsen, és én úgy gondolom, hogy nem lehet megállni. Tehát nekem az a dolgom, hogy ezt az ügyet megoldjuk, hogyha kell, akkor újra Tarlós Istvánhoz, ha kell, akkor újra Orbán Viktorhoz, de mindenhova elmegyek, és azt szeretném, hogyha ennek a területnek a kárfelmérése, tehát pontosan milyen anyagok, milyen mennyiségben, milyen területen vannak szóródva, milyen mélységig jutottak be a lakott területekre, ugye ennek egy csúvája, ami egyébként Erzsébet felé mutat, tehát ott a legszennyezettebb. Tehát amíg ez a kárfelmérés nem történik meg, és én szeretném, hogyha az év végéig, tehát hogyha ezt most elkezdenék szépen, és a hordók elszállításáig ebben az időintervallumban ez be is fejeződne, így rögtön el lehetne kezdeni a kármentesítést magát, amint az utolsó hordót is elvitték és megsemmisítették. Hát reméljük, tehát a kár van, akkor azt rá fogják számolni. Köszönöm szépen, hogy itt van. Én köszönöm.